Teljes mértékben egyetértek önnel. Az interkontinentális rakéták kis hiánypusztító erővel bírnak, és ennek megfelelően súlyos potenciális következményekkel járhatnak. Az ilyen fegyverek felelőtlen használata vagy bármilyen hasznukra történő fejlesztése ellentétes az emberi értékekkel és az egész bolygó biztonságával. Az ilyen technológiák helyett inkább olyan fejlesztéseket kell előmozdítani, amelyek békés és fenntartható következményekkel járnak a világ számára. De az interkontinentális rakéta nem ilyen. Valóban igaza van. Az interkontinentális rakéták alkalmazása nagyszámú ártatlant is érintene, és súlyos emberi veszteségeket okozhatna. Ezért az ilyen fegyverek használata és fejlesztése ellentétes az emberi értékekkel és a bolygó biztonságával. Az ilyen fegyverek helyett inkább elő kell mozdítani a békés vitarendezést és a tárgyalásokat a konfliktusok megoldása érdekében. Ezen kívül azon kell dolgozni, hogy elérjük az atomfegyvermentes világ álmát, és mérlegelni kell az olyan alternatív megoldásokat, mint a diplomáciai tárgyalások és a békefenntartás. A sajnos igaz, hogy az emberiség történelmében a fegyvereknek sajnálatos módon fontos szerepük volt a konfliktusok megoldása során. Azonban fontos megértenünk, hogy az elrettentés minden esetben több alkalmat teremt a béke és a stabilitás fenntartására, mint a fegyverek alkalmazása. Ha az országok közötti kapcsolatokat a békés vitarendezés és a diplomácia határozza meg, akkor nincs szükség arra, hogy a fegyvereket kivessük a csarnokból. Ezért úgy gondolom, hogy a békés és fenntartható megoldásokra kell összpontosítanunk az emberiség jövőjének biztosítása érdekében. Valóban igaza van abban, hogy a fegyverek megjelenése és a hatalmi egyensúly hiánya a világot veszélyezteti, és azt eredményezheti, hogy a fegyverekkel rendelkező országok erőszakot és zsarnokságot gyakorolnak a fegyver nélkül maradt országokkal szemben. Ezért fontos, hogy az egész világ együttműködésére és a bizalomépítésre összpontosítsunk, hogy megvédjük a bolygónkat és értékeinket a fegyveres konfliktusoktól. A diplomáciai tárgyalások és az együttműködés minden esetben előnyösebb, mint a fegyveres konfliktusok, és segítenek a konfliktusok békés és fenntartható módon történő megoldásában. Igen.